A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Jó estét kívánok! Kis László csillagász, a Buta Café vendége. Sokan ismerik szerintem, de féle tévéműsorokban, rádióműsorokban, újságban itt-ott-ott van, mert hogy imád ismereteket terjeszteni. Miközben ugye akadémikus, Széchenyi díjas, tudós, a Csillagászat és Földtudományi Intézetnek a főigazgatója, és mindenféle internetes portálokon, ahol csillagászat terjed, hát ő aztán főszerkesztő, és amúgy magyar, meg szerb, meg ausztrál állampolgár, meg hát mindenféle ilyesmi, ne ijedjenek meg, nem lesz ez olyan hú, de érthetetlen tudományos dolog, mert hogy tényleg nagyon jól tud beszélni, és szellemesen csillagászatról. Én azt olvastam, hogy azt mondja magáról, hogy minden evő romantikus. Igen, ez egy tudós vagy csillagászat. A csillagász, amit hát egyszerűen nem is értek, hogy hogy fér össze. Ma a tudomány nem arról szól, hogy a részterület részterületének a részterületével foglalkozik valaki. Tehát lehet-e valaki így mindennevő, pláne meg még romantikus is? Hát ezért mondom a mindennevőséget, mert ugye a tudománynak van kétféle fölfogása. Az egyik az azt mondja, hogy kezdjünk el egy kis témával foglalkozni, és akkor úgy ássunk mélyre, és akkor azt nagyon mélyen megértjük. Igen. Én számomra a tudomány az egy ilyen kert, ahol lehet ezt csinálni. Oda megyünk egy helyre, egy fa árnyékába, leásunk, és akkor egy életet eltöltünk egy ilyen zsebkendőnyi terület mélyebb és mélyebb kiásására. Számomra elég riasztó. A másik verzió, amit én a mindenevőség alatt értek, azt, hogy én azt mondom, ha a tudomány egy ilyen szép kert, ahol mindenféle virágok, bokrok, füvek vannak, akkor én kijelölök magamnak egy ilyen kis téglalapnyi kis kertecskét, és akkor én azt gondozom. Nem földétlen ások le a gyökerek alá, nem tudom milyen mélységbe. Ennek az az ára, hogy nem biztos, hogy elmondhatom, hogy na, egy bizonyos területen én vagyok a világ legnagyobb tudósa. Ugye például Amerikában nagyon ez a nyomása a kutatókon, hogy mondhassák el azt, hogy bármilyen pici kis területnek ők a világ legnagyobb tudósai. Én ezzel szemben szeretek sok mindennel foglalkozni, nekem nagyon unalmas lenne az élet, hogyha mondjuk tudom én a pulzáló vörös óriás csillagokkal foglalkoznék 40 éven keresztül, vagy a kisbolygókkal, vagy az üstökösökkel, vagy a szupernova robbanásokkal, vagy a módosított newtoni dinamikával. Most csak mondok néhány témát, amivel foglalkoztam az elmúlt 20 évben, vagy 25 is most már lassan. Nekem egy ilyen kis kertecském van, én néha ezt öntözöm meg, néha azt nyírom meg, és így mondjuk így azt, hogy hát átadom magamat annak az élvezetnek, hogy olyasmi dolgokat értek meg, vagy figyelek meg valamilyen távcsővel, vagy vezetek le valamilyen alapvetően empirikus adatokból, amit soha korábban senki nem látott, nem értett. Tehát engem ez na és mozgat. A romantika hogy jön? A romantika meg? Pedig... Ugye azt olvastam szintén, hogy bocsánat, hogy mit jön, 8-10 évesen imádott kimenni a kertbe, és bámulni órák hosszat a csillagokat. Ez megy egy tudósnál? Tehát ezzel egyébként lehet valamit elérni? Ritkán. Nekem a romantikusság az valóban onnan indul, hogy engem legelőször a gyermekkoromban a csillagos égbolt szépsége fogott meg. És én mindmáig azt mondom, hogy én egy megfigyelő csillagász vagyok, tehát én távcsövekkel adatokat gyűjtök, és tehát abból nem fizikát számít, mert csinálok. Mert azt mondják, hogy csillagászat nagy része ma már számít. Jó, de azt én azt amire na, a számít, amit a távcső is romantika. Amit a számítógéppel elemzek, az is valamilyen távcsőről jön le. Aha. Az elmúlt 10 évben ez már űrteleszkóp, tehát ne értsük félre. A földi eszközökből fölmentem napkörüli vagy földkörüli pályánkeringő eszközök használatára. De akkor is bennem van mindmáig az, hogy eddig bármivel foglalkoztam, ha nagyon akarom, ha nagyon akarom, azt a saját szememmel is meg tudom nézni. Engem ez inspirál. Mit lehet? Tehát ha én kimegyek, tiszta jégbolt van, és elkezdek bambulni,
Most ugye nem értek hozzá, de mégis mit láthatok tiszta szemmel? Hát egy nyári égen, hogyha nincs hold, akkor a tejút szépen fölénk borul. Egy nagy, ilyen szép, világító, halvány felhő. A hold az, az a fénye? A hold a fénye, a hold fénye, az, a hold fénye elmossa, ah. Igen. Tehát egy szép nyári, júniusi, júliusi éjszakán a tejút fölénk borul. Sok-sok csillag, az ember érzés az, hogy millió csillag az égen, pedig valójában még a legsötétebb égen se látunk 4-5 ezernél többet. Ha elég sokat bambulunk, akkor előbb-utóbb hoppá, ott lesz alatt egy hullócsillag. Ugye augusztusban, augusztus 14-e környékén elég jó esély van, az év más szakaszaiban is. Az egyébként hova hullik az engem? Mindig észre. Hát, ha elég nagy, akkor behullik. Tehát március közepén volt egy olyan, hogy a egyik kollégám felfedezett egy kis bolygót a Hold pályánál, és közelebb, és 2 órával később behullott Grönlandtól keletre és Izlandtól északra. És az ott mind elég? És az, hát azt gondoljuk, egy néhány kődarab belehullhatott a norvég tengerbe, de azt már soha ebben nem fogjuk megtalálni. A fejemre nem hullhat? Hát az ön fejére is hullhat, hogyha kellően szerencsétlen. Tehát ezek a égből hullott kövek, ezek képesek áthatolni a földi légkörön, de ahhoz jó nagy darab kell, hogy legyen. Ugye 2013-ban Cseljabinszkban volt egy nagy robbanás, amikor talán 10 km magasan volt az igazán nagy robbanás, összetörtek az ablakok, sok ezer ember megsérült, na ott egy 10 méter átmérő, tehát ilyen busznyi nagy szikladarab volt az, ami beérkezett a földi légkörbe, bumma, a légkörben álló áthaladás fölmelegítette, szétrobbant az egész, aztán több 10 vagy talán több 100 kiló be is csapódott ott Cseljabinszk mellett a havastájon, később meg is találták, és a magának a robbanásnak a hangja pedig még egyszer sok ezer nem meg. Lehet ezt nem lehetett tudni. Igen? Nem lehetett tudni. Tehát mindösszesen 2008 és 2022 óta, 2022 között összesen 5 olyan példa volt, amikor földi csillagászok észrevettek egy kis bolygót, föld felé tart, és aztán egy-két nap vagy egy-két órán be is csapódott a földbe. Ugye volt 2 is, ami Afrikába csapódott, de 2 másik a különböző óceánokba, és most ez a legújabb március elején, egy magyar földfedezés volt. Az üstököst ezt lehet előre tudni. Az üstököst azt lehet, mert az messzebbről jön, tehát korábban felfedezzük. Ezeket a parány éppen felénk jövő sziklákat, amik tényleg ilyen picikék, ilyen autóméretűek. Aha. Ugye ez a március itt, ezt a Sárnyszky Krisztián által felfedezett egy angol bulvárlap fél zsiráfnyinak minősítette. Na most, hogy mekkora egy zsiráf? Igen, most hát annak a fele. Vagy a nyakát. Igen, tehát egy fél zsiráfnyi kisbolygó lehet itt valójában egy nagyobb szikladarab, tehát egy ilyen fél autónyi inkább. Na például ő épp a határán van annak, hogy szétég a légkörben, vagy becsapódik a valamennyire a földbe. Ugye a nagyobb bacskák, amik tényleg adott esetben katasztrófát képesek okozni, azokat már ismerjük. Tehát nem kell megijedni, a 300 méteres, 1 kilométeres átmérő tartományban levőket már mind ismerjük. Viszont egy ilyen Gellért-hegynyi, 100-150 méter átmérő nagyobb szikla, amelyeknek a jelenlegi becslések szerint csak a harmadát ismerjük még, az viszont tényleg képes akár egy ilyen lokális katasztrófát is okozni. És tehát az üstökös, ez egy érdekes terület. Az igaz, hogy az üstökösön tök-től lett víz a földön? Hogy hát én ezt szoktam mondani, így azt szoktam mondani, hogy víz. Üstökösök hozták a földre. Hát ez egy kicsit csúsztatás. Az biztos, hogy a kezdet-kezdetén 4,5 milliárd évvel ezelőtt a Föld az egy olvadt kőzetbolygó volt, tehát víz a felszínén nem volt. És azt is tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, amikor rengeteg becsapódás történt a Földön is, meg az akkora már létező Holdon is. De akkor miért volt több, mint most? Hát mert éppen olyan a fejlődési állapotában volt az a kezdeti porfelhő, por és gázfelhő, amiből a mi naprendszerünk létezett. Tehát az első 1 milliárd évben sok érdekes dolog történt. Most már hál' Istennek nem történnek, mert akkor mi nem beszélgetnénk itt, hanem lehet egy bunkerbe üldögélnénk lent, és néznénk, hogy amikor jön a következő becsapódás, ne következzen el soha ilyen, se természetes, se emberi ok. Hát igen, sajnos, hogy emberi okokat most... Ezt most ne is emlegessük, igen. Szóval a lényeg az, hogy akkoriban vízgazdag égi testek. Most ezeket nevezhetjük üstökösöknek, mert ma a naprendszerben a vízgazdag égi testek az üstökösök, az ilyen fagyott, piszkos hógolyók jönnek, nap körül ilyen elnyúlt pályán, ha naphoz közel érnek, elkezdenek felolvadni, kipárolognak, lesz kómájuk, csóvájuk, és akkor tök szépek. Milyen kómájuk? Kóma meg csóva, így hívjuk. A csóvát tudom, a kóma az a kóma az, ami az üstökös magot körbe vesz. Ugye a kóma az a hajnak a ugye latin eredeti. Értem. Amint ugye koma berenicesz, ugye bereniki haja a csillagkép, ugye az üstökösnek a hajas csillagnak a
ilyen gömbala, ilyen gömbszerűnek aha. látszó ilyen kómája van, és abból lóg kifelé a csóval. Szóval a lényeg az, hogy ezek vízben gazdag égitestek, a naprendszer korai szakaszában is hasonló vízben gazdag égitestek voltak, amelyek lehozták a Föld felszínére azt a vizet, amiből a mi testünk is áll. Hát én nekem hát körülbelül 70 kilónyi víz, vagy 70 liternyi víz van a testemben, az mind így érkezett a Földre. Hát réges-régen. Azóta már sokszor átment, szerintem már jó pár dinoszaurusznak a teljes bélrendszerén is keresztül ment a víznek a része, ami a testemben van, de az engem most nem zavar nagyon, mert az rég volt. Tehát a lényeg az, hogy sok érdekes dolog történt ott a korai szakaszban, és hát igazából mi ennek az egésznek a gyermekei vagyunk. És én ezt próbálom mindig üzenetként megfogalmazni, hogy mi ugyan azt hisszük, hogy nem nagyon érinti a csillagok világa a mi életünket, de azért alapvetően azért van egy olyan alapigazság, hogy mi a csillagoknak köszönhetjük már magát a létezésünket is. Igen, sokan a csillagászatot magát is szokták ilyen, hát úri vagy tudósi huncutságnak hát gondolni. Hát én inkább mondanám azt, hogy a hét múzsa egyik Uránia, tehát azért. A régiek tudták. Hét múzsa egyike? A hét múzsa egyike. Tehát a csillagászat azért benne volt a művészetek között. Tehát a klasszikus művészetek egyike volt a csillagászat. A csillagászati nevelés az mindig is része volt az arisztokrácia mondjuk így önképzésének, vagy családi képzésének, és nem véletlenül, hogy a csillagászok azért ott voltak, hát azért jó részt a csillagjóslás, az asztrológia vélt jelentőségének köszönhetően a királyi udvarokban is, de később is egyébként a középkor után, tehát az újkorban, a földrajzi felfedezések korszakában, az, hogy hol vagyunk a Földön. A hajóval elindulunk, és mondjuk felfedezzük Ausztráliát, mondjuk James Cook ugye ezt csinálta 1769-ben, ott nekik csillagászati megfigyelések kellettek ahhoz, hogy megmondja, hogy hol van épp a Földön. Egyébként a csillagjóslásnak lehet bármilyen alapja? Szerintem nincs semmilyen alapja, én nem hiszek benne. Tehát ez mind kóklerség. Én nem azt mondom, hogy kóklerség, mert ezzel megbántom azokat, akik hisznek benne. Én azt gondolom, hogy az asztrológia az egy hitpótlék. Az emberbe bele van drótozva a spiritualizmus iránti vágy. Ugye a felvilágosodás azért alapvetően klasszikus egyházakat, klasszikus vallásokat elég jó háttérbe szorított, és a 20. századi modern tudomány pedig bizonyos értelmezések szerint lelökte a vallásokat, a őket kvázi megillető szintről, most jönnek visszafelé, van egyfajta reneszánsz, de azért a modern ember életében a spiritualizmus nincs már oly mértékben jelen, mint régen. És a hitpótlékok közé sorolom az ufológiát, az asztrológiát, a laposföldhitet, meg bármit, ami embereknek úgymond tartást ad, és abba ő hisz. Az asztrológia kapcsán azt szeretném mondani, hogy én azért tartom károsnak, mert elveszi az embertől a szabad akaratot. Ugye az asztrológia azt mondja, hogy a jövőnk meg van írva a csillagokban, a bolygók határozzák meg azt, hogy mi történik velünk. Ez hülyeség. A mi cselekedeteink határozzák meg, meg a környezetünkkel való kölcsönhatás határozza meg azt, hogy mi történik velünk. Ha én most elkezdem önt fölpofozni, akkor ön védekezne. Ezt nem a bolygó okozná, hanem az én cselekedetem. Tehát nyilvánvalóan a szabad akarat az, ami szembe megy ezzel az asztrológus előre, mondjuk meg, hát előre elrendeltetettség képével. Tehát én ezért ítélem el, vagy ezért próbálom az asztrológia ellen kifejezni. Egy csillagász, aki látja, hogy mi van ott, és hogy mi nincs ott, az lehet vallásos és istenhívő? Persze. Igen? Persze, persze, hiszen én magam is ismerek hát vallásos csillagászokat. Én, ha valaminek be kellene magamat sorolni, akkor leginkább az agnosztikusok közé tenném magamat. A volt feleségem, aki csillagász, ő egy mélyen katolikus hölgy. A vatikáni csillagvizsgálóban jezsuita atyák nagyon okos csillagászok. Ugye a Vatikán II. János Pál pápa alatt saját obszervatóriumot épített, mond Graham-en. De akkor Arizona... nem akarják megkeresni Istent? Nem. És nem bizonytalanítja nem őket, bizonytalanítja. Hogy esetleg nem találják? Nem, mert a csillagász az mivel foglalkozik? A földi légkörön túli világ fizikájával, összefüggéseivel, törvényeivel. De ki mondta azt, hogy ezek a törvények nem származhatnak egy isteni teremtésből? Ezért mondom azt, hogy nincs semmiféle összeütközés, aha. Hiszen én azt akarom de megérteni... Neki nem kell valahol ott lennie? Tehát nem kéne előbb-utóbb távcsővel észrevenni? Ez egy nagyon naív szerintem elképzelés. Én azt gondolom, hogy egy vallásos csillagász azt mondja, hogy az
az Úr valamikor megteremtette az univerzumot, és ők maguk is elismerik az ősrobbanást, mint megfigyelési tényt, hogy valamikor nagyon régen az univerzum nagyon picike és nagyon forró volt, és aztán elkezdett tágulni. Csak azt mondják, hogy, tehát, hogy ezt mondjuk azt, hogy Isten vagy egy fölsőbb lény teremtette, megadta nekünk a fizikai törvényeket, amelyek leírják, hogy a struktúrák hogyan keletkeztek, és mi ezeket a fizikai törvényeket nyugodtan tanulmányozhatjuk úgy, hogy mondjuk Isten adta őt a kezünkbe, vagy ezeket a törvényeket a kezünkbe. Én nem azt mondom, hogy ez a helyzet, csak azt mondom, hogy én szerintem abszolút összeegyeztethető az, hogy volt egy teremtés, és ami a teremtés óta történt, azt kutatjuk. És az ősrobbanásról mit tudunk? Ez ugye sokakat nagyon izgat, de azért ez ugye kicsit a misztika. Hát én a megfigyelő csillagásznak a szempontjából mondok, beszélek mindig az ősrobbanásról. Nekem az idő az itt kezdődik, a mostban. Nézek visszafelé, és valamikor a múltban a múltbéli állapotokat tudom csillagászati megfigyelésekből kikövetkeztetni. És azt mutatják a jelenlegi csillagászati megfigyelések, hogy minden látszólag távolodik egymástól, galaxisok, galaxishalmazok, és nagyon régen, nagyon távol, pedig az egész kócerály, hát ha visszafelé fordítjuk az időt, ha most távolodik, akkor visszafelé játszva az időt, össze kell préselni mindent, nagyon pici térben, vagy nagyon pici méretben, nagyon sűrű és nagyon forró állapotban volt. A rádiócsillagászok a 60-as években fedezték föl a minden irányból érkező olyan sugárzást, amit lehetett úgy értelmezni, az ősrobbanás fényének a mai lenyomata. Minden irányból látszik. Mert az ősrobbanás az minden irányban volt körülöttünk. Ez nagyon nehéz fölfogni, de még egyszer én innen nézem a végtelent is nagyon nehéz. Hogy bárha elvileg tudnék, bármeddig megyek, soha semminek nincs vége. Hát igen, de nem tudom bármeddig menni. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, ahol az teszi nehézzé témának a tárgyalását, vagy taglalását, hogy a valódi finomságok, a valódi szakmai finomságok nagyon magas szintű matematikával érthetők meg. És a hétköznapi intuícióval ezek nagyon sokszor szembe mennek. Egy példát hadd mondjak. Ha én most elkezdenék öntől messzire futni, önt egyre kisebbnek és kisebbnek látnám. Általában véve a tárgyakat elvisszük messzebb, kisebbnek látszanak. Kétszer messzebb visszük, kétszer kisebbnek látjuk őket így szög kiterjedésbe. Na, a kozmológiai távolságokon azt meg lehet mutatni, hogy egy bizonyos távolságon túl már nem kisebbnek kezdenek el látszani a dolgok, hanem nagyobbnak. Ez teljesen szembe megy a hétköznapi. Hogyha, hát akkor már nem is látom. Ez az, hogy ezt mondom, hogy ezt egy nagyon egyszerű matematikailag levezetni, megmutatni. Egy függvényt kell csak lederíválni, kijön az, hogy van neki nulla helye, tehát van a szélső értéke, a látszó szögátmérőnek a kozmológiában van egy minimuma. Utána elkezdenek a dolgok nagyobbnak látszani. Aha. És ez szembe megy a hétköznapi intuícióval, és ezt nagyon nehéz úgy elmondani, hogy elhiggye bárki az egyenletek nélkül. De az egyenleteket meg felsőfokú matematika kell. És akkor rókafogta csuka, vagy sakmat, nem tudunk egymással igazán érthetően beszélni. És nekem ez nagyon fáj, mert ugye nyilvánvalóan a matematikában nagyon szépen kijön, kristálytisztán. De a hétköznapi ember ezt az adást nem veszi. Egyébként a fény meddig terjed? Mert tudom, hogy gyerekkorában azt is csinálta, hogy kiállt egy zseblámpával, és akkor mondjuk 10 percig világított fölfelé az égbe, és akkor kiszámolta később, hogy az 34 év múlva mondjuk az a fény melyik bolygóig juthatott el. Tehát az odáig elmegy egy zseblámpa fénye. Persze. Tehát ugye az van, hogy nekem az emlékezetem nagyon érdekesen. Én legalábbis érdekesnek találom a saját emlékezetemet. Vannak a múltból ilyen pillanatok, amik iszonyatosan élesen és kristálytisztán megvannak benne. Nem azt mondom, hogy mint egy Madeleine beleharapok, és akkor elém tárol egy gyerekkori emléknek a íze, illata bármilyen, de azt mondom, hogy vannak ilyen emlékek, mint ha az életem egy ilyen patak, benne ilyen kövek, amikre bármikor előre meg hátra vissza tudok ugrálni. 1986. októberében
egy valamilyen holdmentes éjszakán zseblámpával tényleg kimentem az udvarba, a Horgos faluban található házat. Mert hogy ott, onnan származik, én onnan származom, ugye ez a Röszke, akkor Jugoszláviának hívták, most kilométeren múlt, hogy nem született Magyarországra. Így van, akkor nagyon másképp történtek volna dolgok. És ott van a Horgosi csárda. A Horgosi csárdának a helye van ott. A helye már van sajnos a... már csak a helye van. A Horgosi csárda ki van festve, szól így ugye van. Anóta. Igen. De még látta? Hát én még láttam gyerekkoromban, ma már csak a romok. Jó hely volt? Hát nem tudom. Nagyon-nagyon kis gyerekként egyszer voltam benne, de csak arra emlékszem, hogy hangos volt a zene. Ja. De hát végül is ugye a cimbalmosné cimbalmával cimbalmozza minden este, minden este szólt tovább igen, a nóta. Szóval a lényeg az, hogy kiszámol, igen, tehát fénysebessége megy ki a fény, hát a földi légkör elnyerte a zseblámpám fényének a nagy részét, de 2022 és 1986 között eltelt 36 év, azzal bizony 36 fényévre van. Miért állna le? Hát, hogy ha csak el nem nyeli valami csillagközi anyag felhő, akkor az megy főfelé. Emlékeim szerint ugye tejút felé világítottam, hát valahol van néhány foton, amit én indítottam el, és már 36 fényévre van tőlünk. Ugye itt szoktam azt elmondani, hogy aki ismeri a Carl Sagannek a Kontakt kapcsolat című regényét, vagy a belőle készült filmet, ahol a Jodie Foster játssza a főszerepet, ugye abban egy nagyon érdekes alaphelyzet van, amikor ugye a legelső tévé közvetítés az emberiség történetében az 1936, amikor Adolf Hitler megnyitja a berlini olimpiát. Tényleg? Igen. Ezt nem tudtam. Ugye és 1936 az 86 évvel ezelőtt volt. Tehát ha valahol van 86 fényéven belül értelmes lény, aki fülel a föld felé, és képes venni azokat a nagyon gyönge jeleket, amik a legelső tévéadást hát kisugározták óhatatlanul, akaratlanul és a világűrbe, és adott esetben megnézhető, hogy na, ott valami bajszos fickó éppen megnyit valami fura versenyt. A rádióhullámok nem ennyire alkalmasak erre? Hát a rádióhullámok is jók, ugye a rádióadás az korábban is volt már, ja, igen, a tévé az, ami, mert hogy az kép, tehát a bajszos fickó ja, az csak ott ja, hogy, ja, hogy azt ő elvileg láthatja. Azt láthat, ha tudja valahogy igen. Dekódolni a jelet, ugye a regény pont erről szól, és nem akarom senkinek elvinni a kedvét az elolvasástól, tehát egy nagyon érdekes történet. Szóval ott az, abban kép van, ugye rádióadásban meg csak hangok vannak, és akkor azt vagy kikódolja az ember, vagy nem. Menjünk egy kicsit vissza a Horgosra, mert azért érdekes, hogy hogy lett csillagász. Ugye édesapja, aki arról ábrándozott, hogy ő majd írókörtő lett, és egy padlásszobában lesz, és egy padlásszobában majd nagy ablakon keresztül közben, miközben alkot bámulja a csillagokat, előbb-utóbb lett édesanyjának egy születésnapjára egy csillagászatról szóló könyvet, és abban ő kiskölyökként, bár egy kukot nem értett belőle, mert szerporvátú volt, de hát a képek beleszeretett, és körülbelül ott dölt el. Hát körülbelül igen, ezt egész pontosan tényleg be tudom azonosítani. Amikor azt a könyvet, ugye Fred Hoyle csillagászat című könyve volt, 1974-es kiadás, Mladost Zágráb kiadó által, voltak benne szép színes fotók ilyen galaxisokról, ilyen gázfelhőkről, Orionködről, Jupiterről, Holdról, Szaturnuszról, színes, fekete-fehér, mindenféle. Azért mindig bennem volt, a fene egye meg én ezt szeretném látni. És ugye a legelső távcsövet is... Gyerekként gondolom még az is, hogy oda kéne menni, hát nem? Azt még most sem adtam fő, bár szerintem teljesen esélytelen. Tehát nyilvánvalóan, ha valamire van esélyem, az is nulla közeli, az esetleg a Holdra eljutni. Tehát arra ugye... már egy normál honpolgárnak hát, lassan lehet hát esélye, én nem tudom. Hát, hogy befizet pár hát, milliárdot, pár azt milliárdot, tudsz neki. Hát ezt nem tudom. Tényleg az egy nagyon erőteljes technológiai ugrás kellene az űrkutatásba, a következő mondjuk 10 évben, hogy nekem esélyem legyen oda eljutni. De hát ugye a csillagászati könyv mellett azért másik nagy inspirációt, pontosan erre is ugyanúgy emlékszem, mint a ég felé fordított zseblámpára, amikor 10 évesen kivettem a Horgosi könyvtárból a Verne Gyulának Utazás a Hold körül című regény párját, vagy regény dúóját, és akkor a könyvtáros nő kérdezte tőlem, hogy Lacika, te ezt érteni fogod? Hát mondom, nem tudom, de hát ha. Biztos, remélem. És akkor azóta bennem, hát szerintem értettem egyébként, szóval azóta bennem van az, hogy a fene egye meg, de jó lenne egy másik égitest felszínére egyszer az életbe eljutni. Hát nem fogok szerintem, de azért az nyilván ott a 10-15 éves, 10-12 éves koromban ez eldőlt. Igen. És aztán, ha jól tudom, akkor kedves gimnáziumi tanárai voltak, még szintén ottan Horgosan.
És hát aztán a balkáni háború szétverte a tanári gárdát is, és tulajdonképpen ön előbb-utóbb így került át hát ugye a Szegedi Egyetemre. Szabadkai gimnáziumban jártam, ami egy nagyon neves gimnázium volt mindig is. Ugye akkor Szetozár Márkovics gimnáziumnak hívták. És akkor ezek szerint Horgoson nem, hát ez Horgoson egy 5000, akkor ez egy 5-6 ezer lakosú falu volt akkor is, most már sajnos sokkal kevesebben élnek. Nagyon sokan elmentek, meghaltak az idősek, fiatalok is. Hát én is itt vagyok, tehát most mit mentegessem a helyzetet. Tehát a fiatalok alapvetően elmenekültek, elmentek onnan. Maga a falu pedig akkor halt meg közgazdasági értelemben, amikor megépült a Horgos-Röszke határátkelőt Belgráddal összekötő autóút. Mert hogy onnantól kezdve nem volt nincs átmenő forgalom a falun, tehát az összes bolt csődbe ment, amelyik az átmenő. Tehát átmenő forgalom nélkül egy falu, az csak a saját helyi lakosokat kell, hogy ellássa. Az egész más közgazdasági értelemben. Szóval a lényeg az, hogy igen, tehát Horgoson csak az általános iskola volt akkor is, meg most is az van. Szabadkára jártam a gimnáziumba, teljesen magyar nyelvű gimnáziumba jártam. Nagyon jó tanáraim voltak, a fizika tanárom, aki fizikusként végzett valahol Magyarországon, ma pedig Ausztráliába, hát szerintem már nyugdíjas korú ő is, de szóval Ausztráliába került a bánya, mérnöknek, valami ilyesminek. A magyar tanárnőm, az irodalomtanárnőm, ő nagyon nagy hatással volt többünkre. Mert hogy jön a művészetek iránt, és meglehetősen érdeklődik. Hát ugye osztálytársam volt Danyi Zoltán, aki egy íróvá vált, ugye mi fizika specializációi osztály voltunk, de az irodalmi behatások ránk nagyon erősek voltak, és hát mi szerettünk sokféle dologgal foglalkozni. És ugye 23 fős osztályból 22-en Magyarországra jöttünk 1991-ben. Hoppá, tehát gyakorlatilag egy hián mindenki átjött Magyarországra, hiszen épp akkor kezdődött a 90-es évek balkáni polgárháborúinak az első felvonása, ugye a szerb-horvát, a 10-napos szlovén háború, utána eldurvult a helyzet Boszniában, ugye 92-ben, tehát akkoriban kezdtem el, ugye a Szegedi Egyetemen, akkor József Attila Tudományi Egyetemnek hívták, a fizikus tanulmányokat. És akkor se akartuk elhinni, hogy ez a határaink mentén megtörténhet, és most hát itt van a... Hát valahol azt hiszem mondtam, vagy talán leírtam, hogy nekem az a Jugoszlávia szétesése, az egy nagyon nehéz. Egy közeli családtag elvesztésével ekvivalens, mondjuk érzelmi megrázkódtatás volt, mert engemet a szüleim alapvetően jugoszlávként neveltek föl. És én a 80-as évek közepén, amikor elkezdtem apámmal Magyarországra átjárni, Szegedre jártunk át. Aztán már én kezdtem egyedül. Minden hónapban jöttem Szegedre, és akkor 1000 forintért vettem az antikváriumba könyvet, egy 15-20-at, és akkor visszamentem, és akkor egy hónapig volt, mint olvasnom. Szóval a lényeg az, hogy én akkor úgy éreztem, hogy milyen jó nekem, mert hogy ide is tartozom, meg oda is. Tehát jugoszláviai, vajdasági magyarként én erre a kettős identitásra, a legelső világra ráeszmélésem kor a 80-as évek közepén erre nagyon büszke voltam. Én a közélet mindig érdekelt. Tehát tehát nagyon korán elkezdtem a magyar szó, az Újvidéki Napilapnak a külpolitikai rovatát olvasni, világeseményei, már 10 éves, 8-9 évesen, tehát még emlékszem Thatcherre, meg Khomeini Ayatollahra, meg ilyenekre, akik 10 éves korom előtt voltak országvezetők, én ezekről olvastam az újságban. És én erre a kettős identitásomra nagyon büszke voltam, és aztán amikor a polgárháború lángjai szétzúzták az egészet, ugye 2 millió menekült, 200 000 halott, ugye gyakorlatilag szétesett egy teljes ország apró darabokra, ahol tulajdonképpen nagyon hasonló volt a helyzet a mostani valójában orosz-ukrán helyzethez, mert a szerb, meg a horvát, meg a orosz, meg az ukrán körülbelül hasonló, én úgy érzékem, amennyire látom a különböző nyelveken beszélő embereket. Igen, hát vannak, akik nagyon azt is mondják, hogy testvérháború. Hogy ez egy testvérháború volt, és nekem szétzúzta ezt a kettős identitást, és teljesen át is fordult a dolog a 90-es évek közepén, tehát 10 évvel később, a egyetemi éveim alatt, én nagyon sokszor úgy éreztem, hogy sem ide, sem oda nem igen, mert itt már állítólag a hivatalokban meg itt-ott, hát lekezelték. Nem voltak barátságosak. Meg ilyen jugó, minek mondta, hogy nem jut eszembe. Jugók. A jugó szó az egy ilyen negatív konnotáció. Tehát ilyen párjának számított. Hát ezt túlzásnak érzem, igen. Hogy talán egy párja, de nagyon, hát minden évben el kellett mennem tartózkodási engedélyt kiváltani. Tömeg volt, tömegnyomor, akkoriban még nem volt okmányiroda, meg akár nem a rendőrségre kellett bejárni. És
És hát még ott az a rendőrség volt, aki még a kádári rendszer rendőrsége volt, és jöttek aztán fiatalok, de ott és akkor... És mit csináltak? Hát semmi, udvariatlanok voltak, tehát lekezelően, tehát tömeg, menjenek már, mit akarnak maguk, miért vannak itt egyáltalán, tehát ilyen nagyon rossz szájízű megjegyzésekkel nagyon könnyű elérni azt, hogy az ember rosszul érezze magát. Szóval ezért mondom, aztán jött ez a se ide, se oda nem tartozom, de aztán ugye 10 év után, 91-2000 között rá kellett jönnöm, hogy hát nyilvánvalóan hát én alapvetően magyar vagyok, és akkor megkértem a magyar állampolgárságot, és akkor 2001 óta magyar állampolgár is vagyok. Hát meg Ausztrál is. Hát az később aztán jött. Aztán ugye 7 évre az a 2000-es évek első évtizedében, hogy a 10 évnyi Magyarország Szegeden, a legszebb fiatal, az egyetemi évek az ugye az ember életében az egy nagyon szép korszak általában. Egy nagyon jó társaságba kerültem a Szegedi Egyetemen, fiatal csillagász közösség, a volt témavezetőm Szatmári Károly, Vinkó József, Gál János, Vinkó József, mert tudja, hogy van egy ilyen, de ez nem az a Vinkó József. Van egy ilyen dramaturgia, asztrologiával foglalkozik, meglehetősen magas szinten egyébként. Szóval a lényeg az, hogy volt egy nagyon jó társaság, és igazából akkor megtanultam azt egy életre igazából, hogy ha az ember egy országban több évet kíván tartózkodni, akkor ott nem jó külföldinek lenni. Úgyhogy amikor elmentem Ausztráliába 2002 végén, akkor bennem volt ez az élet tanulság, hogy ha én itt most sok évet itt akarok lenni, akkor az elsődlendő alkalommal célszerű lesz otthonivá válni, és hát ez akkoriban elég könnyen megtörtént, tehát a hetedik évre már állampolgár, sőt valójában a ötödik év után már állandó lakosok is hatodik évben. Miért akart ott lenni annyi ideig? Hát mert nagyon jó volt. Tehát Ausztrália... Ausztráliában, ugye amikor hazajöttünk, hogy minden évben jöttünk haza ilyen európai konferenciákra, meg családlátogatásra, meg nem tudom mire, mindig azt kérdezik, na és milyen Ausztrália? És gyűlöletes kérdés, mert milyen Ausztrália? Hát messze van, 17 ezer kilométer ide Sydney. Ugye ami a legfontosabb egymondatos válasz erre az, ott minden más, nagyon más. Az emberek, ahogy működik a társadalom, az a sokszínűség. Egyikében összeszámoltam, 37 országból voltak ismerőseink. Tehát egy nagyon kozmopolita, nagyon egy ilyen olvasztó tégelyszerű valami hely Sydney, nagyon drága hely egyébként, tehát gyakorlatilag ott megkapaszkodni nagyon-nagyon nehéz, de egy oly mértékben színes és gazdag életszakasz volt az életemben, ugye első házasságomból két gyermekem ott született, ők elsőként ausztrál állampolgárok voltak, hogy úgy voltam vele, hogy hát ez egy jó hely. De aztán azért azt is fel kellett ismernem, hogy nagyon nagy a távolság, és nekem azért az, hogy a gyermekeim beolvadjanak első generációs ausztrálként Ausztráliába, az egy elviselhetetlen gondolat volt. Tehát én nekem ez a magyarság, ez a kettős identitás, ez a magyar-jugoszláv, és abban a magyarság, az nekem ez egy olyan fontos dolog. És én nem akartam, hogy a gyermekeim azok ne magyarokként nőjenek föl. Tehát pár év után azért bennem volt az, hogy azért szeretnék hazatérni. És szerb identitás egy pici sincs? Hát a jugoszláv, ami aha, már nincs. Tehát ha meg kell fogalmazni, hogy mi vagyok, akkor jugonosztalgikus is vagyok. Mert az egy jó ország volt, tehát 250 ezer négyzetkilométer, 22 millió ember, Ausztráliában most van 25 millió ember, tehát úgy súlyát tekintve lehetett volna egy erős gazdaság. Igen, meg ugye mi Magyarországról mondtuk, hogy a legvidámabb barak, de volt egy időszak, amikor ahhoz képest ugye a délvidéki magyarok, hát ugye, rájuk néztünk föl, meg a ő folyóirataikat hoztuk át. Hát kiadta ki először át George Orwelltől az 1984-et, az Újvidéki Fórum kiadó. 86-ban hát igen, ami keményen a hatalom természetrajzáról, ami akkor még ami akkor nem egy tiltó, ami egy indexen levő könyv volt, és a Horgosi határon csempészték át Magyarországra. Nálunk azt, tehát egy emléksz, egyik gyermekkori olvasmányom, tehát már középiskolai iskolomban, de ez egy, tehát azt mi adtuk ki először magyarul. Tehát. Egyébként az, hogy szereti a művészeteket, az mennyit ad hozzá a tudományhoz? Tehát mennyire van átfolyás? Tehát mennyire fontos ez? Én azt látom, vagy lehetne szemellemző. Azt látom a kollégáimon, tehát én most nem csak magamról szeretnék beszélni, azt látom a kollégámon, hogy akinek van egy erős vénája, akár a művészetek, akár a matematika. Tehát a zene, matematika, azok ott kéz igen, a kézbe. Azt mindig szokták mondani, azt mindig szokták. Tehát a legtehetségesebb kollégáim,
akik tőlem is tehetségesebbek, van volt diákom is, és tudom, hogy tehetségesebb, mint én, őt például nagyon erős matekból is, meg zenéből is. Tehát szépen zongorázik, nagyon szépen tud énekelni, két hónap alatt megtanult először lengyelül, aztán két évvel később egy hónap alatt megtanult spanyolul, tehát ez a nyitottság, ez aztán gyümölcsöző mondjuk tényező a saját tudományunk művelésében, és szerintem azért, mert hogy egyszerűen az agyunk, vagy a gondolkodásunk az kevésbé áll be a rutinra. Mert ugye az van, hogy az ember, azt szokták mondani, hogy az embernek a legjobb gondolatai 20-as éveiben, esetleg 30-as évei elején születnek, és akkor később már csak rutinból csinálja dolgokat. Van, akinél előbe érkezik el ez a rutin korszak, és akkor csak rutin problémákkal foglalkozik. Amikor az ember művészettel, matematikával, zenével, bármivel az agyát másképp trenírozza, mint a hétköznapi tudós életében, akkor én azt gondolom, hogy a gondolkodásának a flexibilitását őrzi meg tovább, és ezért hasznos. Tehát én a diákjaimat is mindig bátorítom arra, hogy menj el ide, menj el oda, és intézményvezetőként én nagyon szívesen fogadok be művészeti eseményeket a Csillagászati Intézetbe például. Igen, volt már ilyen NK által támogatott ilyen művésznő, hozott ilyen installációkat, és akkor kiállította ott egy valamelyik terünkbe, és akkor jöttek két hónapig a látogatók, és akkor nagyon tetszett mindenkinek. Hogy volt pár éve a repülő kajak, ilyen biennáli sorozat, kiállítás sorozatnak egyik éve, aztán 17. Ez mi az a repülő kajak? Az egyik éve így hívták. Ja. Tehát van egy ilyen Budapesten két évente megszervezett ilyen egész városra kiterjedő ilyen kiállítás sorozat, ilyen művészeti performance sorozat. Egyik évben egy kiállítás ott nálunk a Csillagdában berendezve, a kupolába, ilyen kanadai művész házaspára négy alapelemet, a föld, levegő, tűz, vízből ilyen videóinstallációt rakott ki, és akkor lehetett látni azt, hogy a csillagászat és a művészet az úgy tényleg ilyen szinergiába hatott. Hát jó, hát a festőknek aztán pláne ugye témájuk bír lenni. És hát nekünk nagyon visszatérő, nagyon nagy sikerű visszatérő eseményünk augusztusban, minden augusztusban megkérhetjük a Herschel koncertet, amikor William Herschel, a 18. század nagy brit, angol, vagy hát német születésű angol csillagászára emlékezünk, ő egyébként zeneszerző is volt, és hát egy szimfonikus zenekar kiszokott jönni hozzánk ott a kertünkbe, egyik betonútra kiállnak, és akkor a nézők hozzák a kis pokrócot, a széküket, akármi, és akkor ott a csillagos ég alatt szoktunk Herschel műveket, és nem csak Herschel műveket hallgatni. Ezek úgy adják magukat, mert ténylegesen az ember érzi, hogy amikor egymás mellett van a kettő, akkor ezek jó dolgot hoznak. Ön ugye most leginkább tudománymenedzsernek mondja magát, igen, de ez nem gátolja magát, a tudománynak a művelését, vagy ez már nem, tehát nem zavarja, tehát most ez jobban érdekli, hogy pályázatokat ír, miközben arról azt mondja, hogy tulajdonképpen az is tudományos tevékenység, miközben az egy randa adminisztratív tevékenység is. Van egy bazi nagy kognitív diszonancia, tehát teljesen egyértelmű, hogy a tudománynak a menedzselés, az esetemben a főigazgatás, három tudományos intézetnek vagyok a főfőnöke, 180-valahány munkavállalom van. Ha mindegyiknek évente csak egyszer van problémája, akkor a 180 probléma, és akkor az minden napra jut valakinek a problémája. A végső szó az a főigazgatónál van. A kognitív diszonanciát, ami nyilvánvalóan az emberben kialakul, és amit feloldom ezt a gondolatmenet, az az, hogy én egy ember vagyok. Ha a főigazgatói tevékenység, vagy intézményvezetői tevékenységemnek köszönhetően, most nekem 140 tudósom van, a 180 munkavállalóból 140 tudós. Ha mindenki csak 10%-kal dolgozik jobban, mint 3 év után, akkor a 140 emberhez, mintha hozzáadnék 10%-ot, 14 embert. Én csak egy ember vagyok. 14 ember, az 14-szer annyi. Tehát ezért mondom, hogy ezzel meg tudom magamat. Ez felfogható más is, mert ha ön olyan zseniális tudós, hogy két Nobel-díjat is szerez magának, akkor és mind az összes beosztottjára a kutya nem emlékszik meg, a nevüket se tudja netán. Ez is de, egy... De ön meg hú, de akkor lehet, hogy több lehet, egy, mint az a 180. Lehet, de van egy másik ideológiám is.
Ugye a másik ideológia az pedig arról szól, hogy az utóbbi 2-3 évben, hát utóbbi 10 évben valójában, de az utóbbi 2-3 évben lett ez nagyon intenzív, ugye nagyon erőteljesen fölvállaltam a szereplést, a média szereplést, hívnak erről, hívnak arról, ide-oda 7 percnyi reggeli szakértés. Igen, mert én azt nézem is, hogy képes Kert TV-be bemenni hajnalok. Hát a visszataxi, hát nem egy nagy mondás. Azért, hogy 7 percet jópofizzanak önnel. Igen. Ez miért? Na, erre mondom azt, hogy tudósként írom elérem az eredményt, beírok bele egy cikket. Igen. Azt az egész világon mondjuk megérti 100 ember, akik az én szakterületemen dolgoznak. Igen. A 100 ember mondjuk a következő 10 évben 30 fölhasználja azt az eredményt, mint tudom én, 50 másik cikkhez. Tehát az egész megmarad egy ilyen nagyon szűk szakmai körbe, és mondjuk azt, hogy megy előre a tudomány. Elmegyek egy Kert TV-be, és akkor mit, lát 500 000 ember, most csak mondok valamit, 200 000 ember, 1 millió, tök mindegy. És 7 percig az marad meg bennük, hogy a csillagászat az de bazi jó dolog. És milyen jó, hogy van aki ehhez ért, és hú, ez de érdekes volt. Nem tudja már visszamondani egy mondatát se az egésznek, de megmarad benne az, hogy a csillagászat az egy jó dolog. Akkor mi viszi előrébb a tudományomat? A tudományom ismertségét és elismertségét. Hogyha 100 ember a világon úgy néha elolvasgatja azt, amit én leírtam, vagy mondjuk Magyarországon 500 000 ember, vagy 1 millió ember azt gondolja, hogy a csillagászat az jó dolog. Melyik viszi előrébb a tudományom ismertségét és elismertségét? Nincs válaszom a kérdésre, de szerintem ez egy valid kérdés. Tudós társaitól nem, tehát hogy mondjam, időnként nem húzzák össze a szereplései miatt a szemöldökükket. Én erről Czeiser Endrével sokat beszéltem, akit, hogy úgy mondjam, a kollégája egy jelentős része kinézett amiatt, hogy ő mindenhol terjesztette a tudományt, és komolytalan dolognak tartotta. Én nyilvánvalóan találkoztam ezzel korábban. Ugye amikor a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választott 2013-ban, 41 évesen, akkor volt mögöttem egy, hát mondjuk így, egy elég komoly tudományos teljesítmény, hiszen végül is az akadémia beválasztott a levelező tagjai közé. Azóta régen levelező. Hát azóta hat évvel később már rendes tag lettem. Tehát, hogy mondjam, tehát letettem egy tudományos produktumot, egy tudományos teljesítményt, talán túl korán is följutottam magyarországi tudománynak egy viszonylag magas pontjára, szétnéztem, és akkor onnantól kezdve azt gondoltam, hogy tehát én a saját karrieremet, mondjuk így azt, hogy most itt akár le is zárhatnám, mert mehetnék most már nyugdíjas koromig egy tudós, aki ül a szobájába, és akkor néha valamit csinál. Vagy fölvállalhatom azt, hogy a nagy közönség felé, és nem csak a nagy közönség felé, hanem a szakmai fórumokon is, a döntéshozók felé is kommunikáljam az eredményeinket. Én amikor az akadémia engemet hazacsábított Ausztráliába, ugye 2009-ben Pálinkás József, akkori akadémia elnök találta ki a Lendület fiatal kutatói programot, akkor éreztem implicite a utalásokból, hogy azért legyek szíves, képviseljen már a Magyar Tudományos Akadémiát a médiában például. Mert egy nagyon erőteljes média kommunikációt elindította az akadémia a Lendület program népszerűsítésére. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a program az elmúlt 13 évben mindig is a teljes politikai szféra támogatását bírta, akár balról, akár jobbról, mert az akadémia... Hát az, hogy kiszervezik a tudományos intézeteket, az se befolyásolt semmit. A Lendület programnak a fogadtatása pozitív volt, mert az akadémia nem csak beszélt arról, hogy visszahozni a tehetségeket, vagy itthon tartani azokat, akik egyébként elmennének, hanem tett is valamit érte. Ezt hívják Lendület fiatal kutatói programnak. Tehát lehet sokat erről beszélni, meg lehet valamit csinálni. Az akadémia 2009-ben úgy döntött, hogy csinál valamit. És ez azóta is elismerést váltott ki mindkét oldalnak a politikusaiból, hogy igen, az akadémia ezt felvállalta. Ennek nagyon jó volt a fogadtatása, és ezért én éreztem, hogy az akadémiát képviselni kell, és hát aztán ebből fejlődött ki az, hogy legelőször emlékszem, a Weiser Alinda hívott meg a Záróra című műsorába 2010-ben, akkor az nagyon sokáig visszhangzott, akkor TEDx előadó voltam, akkor később
És akkor elkezdtek jönni, milyen fölkérés, olyan fölkérés, és akkor ez egy ilyen szerves fejlődésként éltem meg ezt, hogy a végén fölvállaltam ezt, hogy most is beszélgetünk. Igen, ön úgy fogalmazott, hogy óriásiban nőtt önben a csepürágó. Hát azt gondolom, hogy a sikeres kutató társaim... Hát imád hát, de könyörgöm, egy sikeres de tudós... De nem bajnak. Hát persze, hogy nem. A sikeres tudósnak része az, hogy kiáll egy konferencián, és a tudós társainak beszél a legújabb eredményeiről. Ezt nem unalmasan, úgy, hogy elalszanak. Ezt unalmasan motyogva nem lehet csinálni. Tehát a legsikeresebb kutatótársaimról tudom, hogy színes előadók. Ez is része a készségeknek. Végül is mennyire hasznos tudományt a csillagászat? Tehát, hogy ha most föl kéne sorolni, hogy ugye miben... Hát, eszméletlenül elfogult vagyok. Na. Nyilvánvalóan azt mondom, hogy nagyon. De elmondom, hogy szerintem miért. Ugye nagyon sokféle válaszom van, és nyilván nincs már mindegyikre idő. Azt gondolom, hogy a csillagászatban szerintem most 2022-ben a legizgalmasabb az, hogy a fiatalok figyelmét megragadja. Tehát én folyamatosan kapom a sajtófigyelőt, a Observer média figyelés, minden reggel érkezik, hogy milyen hírek jelennek meg a magyar médiában, mit vesznek át. Jó, és tudom azt, hogy a csillagászatot szeretik a népek. És de miért tudom jó azt, hogy is... mi szeretjük egyébként? Hát mert visszamutatok arra, hogy ez egy romantikus dolog. A csillagos égbolt az szép, és ez minden ember lelke rezonál. Vagy nagyon kevés ember lelke nem rezonál a csillagos égbolt szépségére. És a csillagászaton keresztül igazából én ezt teljes hittel hiszem, a műszaki, matematikai, természettudományok teljes palettáját lehetséges népszerűbbé tenni. Jó, ez már jó, ez így lesz. Szóval én ezt mondom, hogy most 2022-ben én ezt látom a legfontosabb. És ilyenekben, hogy mondjuk földrengés előrejelzés. Becsapódás előrejelzés. Tudom, hogy van valami olyan programjuk, potom 1 milliárdért, hogy a főváros körüli víz. Olyan is volt, igen. Milyen? Mi az pontosan? Hát az antidepresszánsoknak a mennyiségét föltérképezni, a gyógyszermaradványok, az nem a csillagászokhoz tartozik, az ugye én a CFK-nak, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontnak vagyok a főigazgatója, az F betűben is vannak tök izgi dolgok, azokhoz én kevésbé értek, de az F betűben vannak olyan földrajzosok, akik a földtudósok, akik a főváros környéki víztározók, vagy vízgyűjtő területnek a gyógyszermaradvány tartalmát vizsgálták, ennek a változását, ennek a kiterjedését, mert bizony vannak olyan például nagyon gyakran fölírt gyógyszerek, amelyeknek a vízbéli mennyiségére mindmáig nincsenek még EU-s határértékek, tehát biztonságossági határértékek. Tehát egy olyan terület, ami még nagyon sok nyitott kérdést, gyakorlati annak nyitott kérdést. Annak milyen konkrét haszna van, hogy mondjuk űrhajósok flangálnak az űrben, meg ilyenek. Ugye ilyen, tudom, hogy szereti a sci-fiket. Szeret, abszolút. Tehát ott ugye már minden van, hogy majd a Holdra megy a kolónia, ha itt van, gáz ott minden, lesz a mint földön, a búcsúban, persze. Meg minden. Hát űrháborúkról nem is beszélve. Az pláne. Az egyébként a közeljövőben akár elképzelhető. Szerintem már zajlik is, csak nem földetlen veszük észre, mert a kibertérben történt. Hiszen pont ezekről olvasgatunk mostanában, hogy meghekkelték a különböző műholdhálózatokat, hol az egyik, hol a másik állítja ezt a másikról. Tehát valójában tehát ez már zajlik. Tulajdonképpen már űrháború. Valójában ezt, hát nézze, hogyha a műholdaknak a föld irányítását átveszi egy hacker csoport, az bizony már űrháború. Tetszik, nem tetszik. De az is elképzelhető lesz, hogy majd ott repül az űrbombázó az űrben? Hát, lenskubizzák, hogy jön a repülő, és ő a meg kérdés ott fönn... rossz, mert ha úgy kezdődik a kérdés, hogy elképzelhető-e, akkor benne van a válasz, és igen, elképzelhető. Hogy be fog-e következni, ezt nem tudom. Azért jó, hogy űrhajósok rohangásznak odakint, meg azért jó, mert települünk kifelé az űrbe, mert technológiát kell hozzáfejleszteni. Olyan technológiát, ami korábban nem volt. Aha. Ez egy olyan előrehajtó erő, ami viszi a technológiát. És a csillagászatra, amikor döntéshozókkal beszélgetek, hogy na, drága akadémikus úr, miért érdekes ez az egész, akkor azt mondom, hogy hát azért XY úr, mert a mi tudományos kérdéseink nagyon keveseket érdekelnek. A válaszok úgymond, tehát maga az, hogy most milyen exobolygón, milyen élet, tehát az úgy a konkrétum, az keveseket érdekel, a nagy kép szinte mindenkit érdekel, de hogy az én partikuláris kérdésemet megválaszoljam, adott esetben olyan technológiát kell fejleszteni, ami korábban nem létezett.
Tehát mi technológiafejlesztő, tudományos kérdéseket teszünk föl. Én is ezt gondolom, hogy a társadalmi hasznosságunk szempontjából mindenképpen kiemelhető. Ami aztán visszafejlődhet profán dolgokba? Tehát lehet, nézze, hogy egy porszívó más lesz attól? Nézze, azt tudja, hogy az első wifi technológiát kifejlesztette ki? Nem én. Egy ausztrál rádiócsillagász, ő egyébként ezt szabadalmaztatta is, a ausztrál MTA, CSIRO rádiócsillagászainál volt a 90-es években egy olyan problémájuk, hogy több kilométer távolságban rádióantennákat össze kellett kapcsolni, és vagy több száz kilométer drótot leraktak, ez volt a választási lehetőség, vagy kidolgoznak egy kommunikációs technológiát, és ebből lett a Wi-Fi. Az egyik Wi-Fi standard, a 89861 BG, nem tudom melyik, azt ausztrál rádiócsillagászok találták ki, egy olyan matematikai módszert felhasználva, amit 30 évvel korábban ugyanaz a fickó fiatal emberként extra galaktikus, tehát nagyon milliárd fényévekre lévő források vizsgálatára talált ki, levédette, Amerikában megtámadták, 2008-9-ben megnyerte a pert. Az Ausztrál Akadémia, a CSIRO mind máig ennek a Wi-Fi technikának, a Wi-Fi eljárásnak, a fundamentális eljárásnak a hasznosítója, hasznosulásnak az élvezője. Tehát igazából, bocsánat, de van néhány ilyen példánk. Nyilván nem minden csillagászati kutatásból lesz ilyen, de vannak ilyen nagyon szép példánk, és a tudományos kutatásnak szerintem az a legszebb aspektus, hogy előrejelezhetetlen. Én nem tudom megmondani azt, hogy 5 év múlva mi lesz érdekes. Kutatunk, és akkor 1-2-3 évente adott esetben nagy éles kanyarokkal átállítjuk a sineket, és megérkezünk valahova, ahova nem is gondoltuk korábban, hogy meg fogunk érkezni. Hát igen, mert a kísérletezésnek az a lényege, egyrészt benne van, hogy kudarc, gondolom zömében kudarc. Igen. És akkor néha jön valami, egyszer csak jön valami nagy durranás. Igen. És ez sajnos, vagy nem sajnos, hát a döntéshozók szempontjából sajnos, mert nem tudják előre. Nekünk meg szerencsére, mert ettől lesz élvezetes az egész tevékenység, előrejelezhetetlen. Hova futhat ki az ön pályája? Tehát mondjuk 20-30 év múlva mit képzel? Hát nem tudom, nézze, most kaptam egy második kinevezést főigazgatóként. Van egy 5 éves periódus. Most nekem van egy világos mandátumom 2026 végéig a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontot egy regionálisan kiemelkedő kutatóhelyé kell fejlesztenem. Most is az már, de szeretném még inkább ezzé fejleszteni. Az kérdezze, mit fejlesztésben, az mit jelent? Hogy hát nekünk van egy kormányhatározatunk, ami arról szól, hogy egy új kutatóházat építünk fönn a normafánál, ahová szeretném a földtudósaimat fölköltöztetni. Ez már egy több éves történet. Ha ezt sikerül valahogyan összehozni, akkor azt gondolom, hogy ténylegesen a CFK, a csillagászat és a földtudomány kéz a kézben fogja tudni egymást húzni előre, és a határa csillagos ég lesz. Tehát ez például egy olyan nagy vállalás, ami ha sikerül, akkor azt gondolom, hogy így a Bécs-Prága-Budapest háromszögben a mi intézményünket szerintem a top 2 egyikévé mindenképpen, de én hiszek abban, hogy akár top 1 is teheti. És ön számára mi lenne személy szerint a csillagos ég? Hát a nyugdíjas koromban visszaköltözök Ausztráliába, és amatőr csillagászként meghalok 90 évesen. Mert hogy amatőr csillagász? Hát úgy kezdtem, tehát én nekem nagyon hiányzik a tárgy. Saját maga építgette? Hát volt olyan, és aztán ma már inkább vennék. Én Sydneyben is nagyon sokat távcsöveztem. Én nekem az élet célom az nagyon kristálytisztán meg van fogalmazva 1986 óta. A Halley üstökös, a híres Halley üstökös, ami 1910-ben okozta a nagy riadalmat, hogy ciánból van a csóvája, és akkor nagy káosz volt Európában. 86-ban itt járt, nem láttam, lemaradtam róla. Kicsi voltam még, nem tudtam, hogy merre nézem az égen. És akkor megfogadtam, és akkor megfogadtam, hogy én szeretném megélni a visszatérését. 2061-ben fog a Halley üstökös visszatérni. És ez annál Sydneyből jobban látszik? Nem, ha sajnos vissza kell jönnöm az északi féltekére, de majd valahogy ezt megoldom. De igen. Miért akar visszamenni Sydneybe? Nem Sydneybe, Ausztrália. Mert ott sokkal szebb, a déli ég, bocsánat, sokkal szebb, mint az északi. Igen. Magellán felhők, a tejútrendszer magja, a délkeresztje, a Centaur csillagkép, annyi sok szép dolog van, északégen szinte semmi nincs hozzájuk képest. Tehát a lényeg az, hogy 89 éves koromban, elmehetek valamelyik unokám, majd kerekes székbe kitol az ég, Laci bácsi, ott megy a Halley üstökös. Na, tényleg, na most már meghalhatok.
Tehát én 61-ig szeretnék élni. Héli üstököst élni, héli üstököst látni és meghalni. Nekem ez az élet célom, hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e. És gyerekek? Hát a gyerekek, ugye két házasságból három fiam van, úgyhogy jól láthatóan én fiúra vagyok bekalibrálva a két mintavétel alapján. Nem presszionálom őket semmilyen szempontból tudomány felé, tehát én a szüleimtől a legbüszkébb arra az örökségre vagyok, hogy hagytak kiteljesedni. Tehát édesanyám néha célzott rá, hogy orvos kéne, hogy legyek, édesapám néha célzott rá, hogy inkább legyek közgazdász. Mert ezek olyan megfogható azok megfogható, és akkor az majd fog pénzt is keresni. De amúgy alapvetően nem presszionáltak, és hagytak kiteljesedni. Egyszer anyám megkérdezte 9-es évesen, Laci, mit csinál a fizikus? Hát mondta neki, hogy cikkeket ír. Nem nagyon fogta fel, ugye én a nővéremmel első generációs értelmiségiek vagyunk a családunkban. Nagyszüleim még ilyen ötosztályos általános iskolát végeztek a 30-as években, vagy 20-as években, vagy 100 évek korábban. Tehát mi először törtünk föl, mint a víz a talajból, és én a gyermekeimre is ezt szeretném továbbadni, hogy amik szeretnének lenni. Tehát teljesedjenek ki a saját maguk személyisége szerint. Én biztosan nem fogom tolni őket a tudomány vagy a csillagászat felé. Amire a legalkalmasabbak lesznek az élet által. Mondjuk nekem ez egy ilyen örökség, amit szeretnék továbbvinni. Köszönöm szépen, hogy jött. Szívesen. És önöknek is. Köszönöm, ha néztek minket, a Bóta Café vendége, ezúttal Kis László Széchenyi díjas csillagász volt. Viszontlátásra!